Az Elekte civil szervezet meghívására Szabadkán koncertezik a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar Kocsis Zoltán vezényletével. A koncertre június 28-án csütörtökön kerül sor a szabadkai Avillai Szent Teréz Székesegyházban este 20 órai kezdettel. Műsoron Kodály Zoltán, Bartók Béla és Stefan Krisztics művei szerepelnek. Belépőjegyeket 500 dináros áron vásárolhatnak a Plátó könyvesboltban. Bővebb információ a www.elekte.org honlapon.